az előző rész tartalmából. Hello, sziasztok! Üdv a tapasztás világában! A mai alkalommal elmondom, hogy miként csináltam a tapasztást, az én módszeremmel. Ez az első fal, amit csináltam saját kezűleg, saját módszerrel. Ugye ez a legrosszabb fal a házban, hát közel 8 cm-es differencia van a tetej és az ajtaj között. Be tudjuk a falat gúzolni, egy ilyen híg sárlivel be kell csapkodnunk, hogy a port és a kisebb lukakat lefogjuk. Ebből veszünk ki a vödörbe, körülbelül egy ilyen fél vödöröt szoktam általában kivenni. És akkor így szépen végig, csak annyira, hogy így éppen mindenhova jusson. Leöntöm. Szépen teletesszük a keverőt, annyira, hogy a víz jól ellepje, át tudjon ázni. Betapasztjuk itt a lukakat, ami a nagyobb rés, vagy nagyobb hiba a falban. Mehetünk is ki, megkeverni a tapasztó anyagunkat. Akkor mehet hozzá így a szalma szépen óvatosan. Nem egyszerre, hanem így darabonként. Úgy tapasztaltam, hogy ez az állag, mikor már nem annyira folyós, meg vizes, akkor jó szálas anyagról beszélünk. Nincs benne se túl sok szalma, se túl sok agyag. Na, bejöttünk a falicskával, most már a gúzolás eléggé szépen meghúzott. Most már mehet rá a tapasztó réteg, az első tapasztó réteg, ami kihozza nagyjából a falsíkot egy kicsivel, mert mondtam, hogy 8 cm legalább van a falba, és ugye hát valami ilyesmi a függő, és akkor ebből most lefaragunk, hát kb. A felét majdnem. Szerintem még annyit sem, mert nem van sok. Na, és akkor úgy csinálom, hogy így ketté veszem nagyjából, és egy picit így megnyomkodom, hogy legyen laposabb, jobban tapad majd a falra. Hogyha így rakom rá így gombócba, úgy akkor ne abbat kell neki csapni, hogy szépen elterüljön a kis résekbe, mert lukakba. És akkor hozzáfogok, és akkor azért erővel hozzá tudok csapkodni fel. És akkor szép egyenletesen. Jó, az első réteg, ez nem kell annyira szét legyen, meg pontos, meg egyenes. Ez csak arra szolgál, hogy kihozzuk a falsíkot a nátszövetnek előkészítve. Nyilván lent több kell, és ahogy megyünk felfelé, úgy fog majd csökkenni a mennyiségünk, mivel fent már nulla, lent pedig 8 cm, és igyekszem úgy dobálni, hogy mindenhova jusson, főleg a réseknél kell jobban megdobni, hogy jól bele menjen ott is, ahol kell, és akkor ezáltal jobban fog majd tartani a tapasztás, és nem fog abszolút lehullani. Általában úgy csinálom egyébként, hogy nem oldalra megyek ki, hanem egy sort felhúzok, nagyjából egy ilyen, hát egy max. Egy fél méter, utána megyek ahhoz a síkhoz tovább végig azon a szakaszon, és itt szépen látom azt, hogy mi a szint, mi a sík, és szinte igazából vízmértékét nélkül is meg tudom nézni, meg látni oldalról, hogy akkor hova kell még rakni, hova elég. És hogy mondtam, hogy az anyag az így jó, és nem esik le. De mégis azért annyira puha, hogy lehessen formázni, és ragadjon, szóval nem száraz anyagról beszélünk. Jó, csapódik a falra, szinte jó hallgatni. Akkor rá dobja az ember. Kis maréknyi legyen a kezembe, ne több, ne kevesebb,
hanem mindig általában ez a tenyérnyi marék, mint szoktam így. Ezt jól el lehet így osztani. Jó, most egyre hagyom. Elmondom, hogy miként kell bedolgozni, elsibítani a falon a felhódott anyagot. Hogy mondtam, ez is kézzel a legjobb szerintem, mert így érzi az ember, hogy megy bele a lukakba, miként oszlik szét a falon az anyag, és így tenyér, alsó tenyérre szoktam csinálni, és akkor így jól el lehet dolgozni a falon, bemegy a kisebb résekbe, jobb tapadás biztosít majd a tapasznak. Azt mondom, hogy egy olyan 4 cm-nél nem érdemes többet rakni, így kezdősornak sem, mert az már egy nagy súlyt képvisel, meg azt vissza is hullhat szerintem, hogyha többet teszünk rá. Azért próbálom kihozni így síkba a falat, hogy ne egyszerre kell rátenni 8 centit, hanem 2 rétegbe. A nátszövet is majd fogja a következő sort, ami ugye be van szegelgetve 30 centinként mindenhol, hogy jó feszesen tartsa majd a záró réteget. És akkor így szépen elsimogatjuk. Itt a sarokba is így a kis ujjamnak a szélével szoktam így szintet beállítani. Jó betolni a sarokba is, hogy mindenhol érje, minden kis lukba bele menjen a sár. És igazából azért jó, mert kézzel érzem, hogy hol vannak puklik, hol van gödör, és így el tudom így húzni annyira, hogy szinte teljesen egyenesre, és mondom, szinte mindenféle szerszám nélkül is. Jó, nyilván a végén azért mindig ránézek, meg ellenőrzöm, hogy akkor hova kell rakni, hol van benne nagyobb gödör, vagy kihagyás, és akkor tudom pótolni, amíg a sár ugye lehet rá még tapasztalni, mert most még nyers. És akkor ugye így megyünk szépen fel. Itt nyilván, ahogy mondtam, a fal ugye felfele csökken a differencia, és akkor több-több, kevesebb, még kevesebb, és akkor a végén meg már így nulláig kihozzuk, kb. Eddig lesz majd berakva. Nátszövet után meg majd egyben még egy sorra. Nagyjából kigúztam a falat, ahogy tudtam, és látszik, hogy milyen vastagról indul. Itt van vagy 4 cm, vagy 3 körülbelül, és ugye próbáltam nagyjából lefölögni ebből a nagy differenciából valamennyit. Én mondtam, ebből nem szerintem sosem függőleges, mert erre még kell legalább még egyszer ennyi, hogy nagyjából függőben legyen a fal, de többet nem akartam már átállni, mert is már nagyon vastag lesz. Aztán mondom, inkább nem. Jövünk felfel, akkor így szépen lemegy nulláig az első sor. Itt be is tudunk nézni, igazából még nem is néztem meg nagyon vízmértékkel, mert így csak szembe próbáltam. Így van most beállítva. És ugye pont annyi hely van a deszka mögött, hogy a nátszövet szépen rábír majd feküdni így a falra, és akkor az már egy síkot fog adni. Megvan a vezetősi, a síkunk, és most már akkor tudok menni végig. We'll be right back.
Na, végeztünk a falnak a nagyjából egy kihozásával. Nézzük meg, hogy milyen a sík. Nagyjából egész jó lett, szinte már hogy nem teljesen síkba van. Jó, mondom, van benne egy kicsi a függőbe, de síkra, hogyha megnézzük, akkor szinte teljesen ki lett hozva. Nézzük emígy is. Van benne kisebb részed, de azt majd úgy, még a nád szövettel majd azt orvosoljuk. Szinte teljesen jó lesz. Be is rácsoztam. Ezt igazából nem muszáj megcsinálni, mert önmagában a nátszövet is majd fogja az anyagot, de azért én mindig megcsinálom itt is, meg majd a végső réteg után is megszoktam csíkozni, vagy berácsozni. Szóval meg is vagyunk ezzel, és akkor most pedig levágjuk a nátszövetet erre a falrészre, ami 2 méter széles és 270 cm magas, ha jól emlékszem. Azt jó sűrűn felszegeljük majd a falra, hogy ne mozogjon, ne legyenek kiálló részek, hanem jól fogja oda majd ezt a tapasztaló réteget is a falhoz, meg majd a következőt is tartsa erősen, hogy nehogy meglazuljon rajta a tapasztaló réteg. Úgyhogy most ez fog következni. Elkészült a nátszövet is. Jó sűrűn be lett szegelve nát feszes. Végig. Úgyhogy most már jól fel tartani majd a következő sor tapasztást is. Illetve a hátsót is valamilyen szinten majd tartja. Itt ugye szépen leváltam az ajtónak a síkjában nagyjából. Kicsikét túl is engedtem, hogyha majd még jön rá egy réteg, akkor majd utólag ezt majd lehet majd még csapni róla, hogyha esetleg kilóg. De idet megoldva, és akkor most hagyjuk ezt a kicsikét száradni. De igazából erre már mehetne már most rá a következő sor, de inkább jobb, hogy a kicsikét szárad, úgyhogy ezáltal gyorsabban kibír majd a fal mögötte is száradni. Mára ennyi volt a bemutató, és akkor majd folytatjuk a második sor tapasztással. Na, be is jöttünk most megint ismét a helyszínre. Azt nem mondtam a videóban, hogy ilyenkor, amikor ugye egy nagy falszakat kell megcsinálnunk, akkor mindig behozzak egy olyan simán két-hány taliskával, és ide ki is öntöm, hogy ne kelljen mindig kijárkálni, állandóan keverni az anyagot minden egyes taliska után. Úgyhogy itt most már itt van a helyben az anyag, csak éppen fel kell dobálni, aztán elsimítgatni, hogy legyen a fal síkban. Úgyhogy ezt már át is kevertem, minden, itt van minden cucc, és akkor csak éppen fel kell dobálnunk a falra. Úgy voltam vele, hogy inkább akkor legyen egy-másfél hét, hogy a fal kibíran száradni egy kicsikét, mert itt már vastagon volt kenve az anyag alulról, ez az alsó fél méter, még így is még elég nedves, még itt alul.
itt fenn már kezd száradni, látod, itt már száraz a felső réteg, itt nem voltam a vastagon kenve. Most annyi van még előtt, hogy be kell a falat fizeznünk, ahol már száraz, mivel akkor nem fog a sár átapadni. És erre itt van egy kis vízünk, valamint egy kis seprő, és akkor kb. Innestől a fal száraz felfele. És itt már megszáradt az oldalán. Nem csak így simán. Nem kell nagyon sokat állnak, csak annyira éppen, hogy a fal legyen nedves. És addig, ameddig ez a fal száradt, addig más csináltam, valamint ez a fal is készen lett itt mögöttem. Ez az oldal is meg lett szépen csinálva. Szinte már ez is kiszállt majdnem, hogy teljes mértékben. Jó, egyre ennyi elég. Majd nekem messzire dobálni a sarat. Jó kis bekövet anyagunk. Jó szálas, szalmás. Könnyen kezelhető még. Se nem túl nedves, se nem túl száraz. Úgyhogy ez pont jó lesz. És akkor kezdjük dobálni a falra. Ahogy mondtam, nem lesz a fal teljesen függőleges, mert ez a legrosszabb fal. Nem is cél itt. De ezzel kiegyezünk, úgy gondolom. Itt most lentre még azért megy egy picikét vastagabban, mint majd itt felül fog menni, de itt még így is egy kicsikét befele lejt a fal. A nád az úgyis megfogja ezt a vastagságot, szóval azon nem kell aggódni. Be van szépen szegelgetve mindenhol. Jól tartja majd a réteget. A falatnak a sarkát, azokat nem akarom lehúzni derékszögbe, hanem simán ilyen régi módiasan. Itt is látszik, itt egy ilyen ívesen lesz már megcsinálva, mint ahogy itt is van. Ilyen szép íves lesz majd a falnak a sarka. Kevésbé eshet le, lehetem, hogyha valaki neki megy, vagy mit tudom én, vagy leveri valamivel. Ezt így azért sokkal nehezebb megsérteni azt a sarkot, hogyha sarkos volna teljesen az oldala. Ugye elsősornak tettünk rá kb. Egy olyan 4 talicskányit ide, mert nagyon sok kellett alulra. Úgyhogy több volt, mint amit hittem. De most már így, hogy ki van húzva nagyjából a fal síkra. Így már kb. Úgy számoltam, hogy egy olyan 3 elég lesz már ide. 3 talicskányival megoldjuk a dolgokat.
Na sziasztok! Elkészült a fal, úgyhogy itt a végeredmény. A befezést követően kb. Egy 3-4 nap telt el, és már elég szépen kiszaradt az egész második sor tapasztó réteg is. Még itt alul egy kicsikét vizesebb, de már ez sem annyira vészes. Belt rácsozva, mint a többi fal is, hogy ha jön majd rá tapasztó, és a simító réteg, akkor jobban tapadjon majd meg a felületem. Ezzel a módszerrel szinte teljesen függőleges és sík falat kaptunk. Jó, egy kicsikét még így is maradt benne, mert többet nem akartam már rápakolni. Így is elég vastag lett az alsó réteg. Itt látszik is, hogy körülbelül a régi falnak a síkja az valahol itt volt, és most ugye ez az új sík, ez 8 cm van rajta, így dupla rétegben, plusz nátszövettel. De szinte, mondom, szinte függőleges falsíkot kaptunk, úgyhogy még jöhet majd rá a simító réteg, és akkor a festés legvégül. Szinte repedésmentes a fal, van néhol ilyen tényleg apró kis repedések, de ez annyira minimális, hogy ez a szaladás során ez szinte mindig előfordul. Srácok, köszönöm szépen a figyelmet, ez volt az én tapasztó technikám, ahogy mondtam, ez nem a régi, hagyományos technikán alapul, ez a saját módszer, mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné. Én így oldottam meg, és szerintem ez nagyon király lesz a végére. Ugye időközben még elkészült ez a fal is, úgyhogy itt a fénytől most elég szarul fog látszódni nektek, de igyekszem megmutatni, hogy közben ez a fal is elkészült. Szépen mindenhol kiosztam a falakat. Fent is, és most az utolsó falszakaszt csinálom holnap. Itt is megkapta az első tapasztalóriteget alul, nátszövet, és akkor holnap pedig jöhet az utolsó tapasztó réteg. Ez a szoba ezennel majdnem kész is van. Amíg az a fal szárad, addig hozzáfogtam a konyhát is előkészíteni. A nagyobb réseket, lukokat, gödröket kipótolgattam, betapasztottam. Felül kihúztam a zsinort, megkapjam a falnak a síkját, és akkor az lesz majd a nátszövet utáni tapasztó rétegnek a külső síkja. Körben megvan, ki van húzva, és akkor még a héten felszereljük a dobozokat és a kapcsolatnak a helyeit, bekötjük a kábelt egy kedves barátunkkal és nézőnkkel, és aztán pedig már jöhet rá a tapasztó réteg és a nátszövet. Bízom benne, hogy aki nézte a videót és ez a téma érdekelte, tetszett, úgyhogy találkozunk legközelebb is. Szervusztok!